Udvari volt a helyszíne a Bárka Művészeti Szalon nyári táborának, a tagság nagy része Tolna megyei, de az évek során csatlakoztak megyehatáron túli alkotók is a 2000-ben egyesületté alakult gárdához. Azok, akik ezen részt vesznek, azok lehetőséget kapnak arra, hogy napokon keresztül ne foglalkozzanak mással, csak azt, amit nagyon szeretnek. Udvari pedig azért a helyszín, mert ide rendszeresen visszajárunk. Tehát oda tudunk menni, ahol szeretettel fogadnak bennünket, itt pedig ebben nincs hiány, hál' Istennek. Hát itt mindenki azt csinálja, amit szeretne, vannak természetesen ilyen kötöttebb lehetőségek, amikor adott témát kell csinálni, vagy kimenni vázlatot készíteni a területre, aztán majd abból képet alakítani. Tehát semmi sem kötelező, és minden szabad. Tehát ez a világ legszabadabb helye most itt. Egy dologhoz ragaszkodunk csak, a házigazdák azok azt várják, hogy minden itt résztvevő alkotó hagyjon itt maga után egy kézkeretezett képet. Azt meg teljesítjük. A Bárka Művészeti Szalon összefogja a megyében élő, zömmel amatőr képző művészeket, művészetpártolókat. Tagjainak többsége festő, az udvari alkotótábor is a képző művészetnek erre az ágára koncentrálódott. Pillanatnyilag 11-en vagyunk, 12-en neveztek be tulajdonképpen, de egyik tagunk megbetegedett, a többi 11 az itt van. A település azért mindig inspirál. Tehát ott, ahol vagyunk, az mindig egy olyan lehetőség, hogy azzal azért meg kell birkózni, hogy itt vagyunk, és még valami. Ezek a kis települések, mint amilyen udvari is, amely valaha sokkal szebb napokat élt meg. Most zsugorodó, előregedő zsákfalu, ez most még van. Lehet, hogy az utókornak már majd csak a képeinkből, vagy a képeinkből is lehet rekonstruálni, hogy valamikor itt miféle élet volt. Ez egy gazdag falu volt egyébként, de mint minden Tolna megyei települést, ezt is a háború úgy érintette, ahogy nem lőtték széllyel, de kitelepítették a népesség nagy részét. Ez az épületiskola volt, itt még a 2000-es évek elején még volt oktatás, alsó 4 osztály, aztán azóta az sincsen. Az alkotáson túl a legfontosabb szerepe ezeknek a táboroknak, hogy erősítik az összetartozást. Ez a fajta egyhetes össze, vagy hát ötnapos, öt és fél napos összetartás, az azért is jó, hogy akkor, amikor évközben összetalálkozunk, emlékeknek a kötődésében lássuk egymást újra. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy közösségi lét, ez olyan, mint régen, ahogy volt a tolfosztó, a fonó, a kukoricafosztás, tehát valahogy ezek próbálják pótolni, hogy legalább az egyívásúak, az egy hobbit művelők megéljék a közösségi létnek ezeket a lépcsőfokait, ami régen természetes volt, azt már úgy kell újraépíteni. És ez erre kiváló alkalom. Van festés egy hónapban kétszer, tehát általában két hetente Szekszárdon, a vasútállomáson, amit a művészeti titkárunk, a Biszák László vezet, és aki éppen ráér azon a szombat délelőttön, az oda megy, és akkor meghatározott témákat festenek. Sajnos nincs több olyan lehetőségünk, amit a szokásos havi bárka találkozókon túl meg tudnánk élni közösen, és ugye ott is mindig együtt van körülbelül 20 ember a 40-ből, és mindig más csereberélődnek. Tehát van, aki tud rendszeresen részt venni rajtuk, van, aki kevésbé, és ez az egy hét, ez meg erről szól. Úgyhogy én azt gondolom, hogy közösségszervező ereje van egy ilyen tábornak, erősíti az összetartást, az összetartozás érzését, és hát persze azt tehetik a nap 24 órájában, amit szeretnének közte természetesen elsősorban festeni. A település számára készült képeket egy baráti összejövetel keretében adták át az önkormányzat számára. Udvari örömmel állt a kezdeményezés mögé évekkel ezelőtt. Egyszer ismerkednek itt a településsel, viszik a jó hírünket másfelé, illetve itt hagynak egy-egy festményt a településnek, és ezzel a település vagyonát gyarapítjuk. Ezek a festmények elsősorban az önkormányzati épületeket díszítik, művelődési ház, hivatal, könyvtár, de volt már rá példa, hogy a partner településünk egy német település, akivel tavaly ünnepeltük a 15 éves kapcsolatunkat, oda is jutott belőle.
ajándékként. Igazából azt látom, hogy elbeszélgetnek, ők is sétálnak a faluba, ismerkednek az emberekkel, pozitív visszhangja van. Mi szállást, illetve teljes ellátást biztosítunk számukra. Igazából egy csendes, nyugodt település vagyunk, közel 300 lélekszámmal. Azt mondom, hogy a megye egyik legszegényebb települése, és én ezt nyilván nem látom senkinek a pénztárcáját, de én arra alapozom, hogy nagyon sokan munkanélküli, a településen nincsen csatorna, nincsen gázhálózat kiépítve, sok az üresen álló épület, nyilván többek között emiatt sem keresik az épületeket, de hát bízunk benne, hogy előbb-utóbb meg fog fordulni ez is. Jönnek majd ide hozzánk a csendes, nyugodt faluba. Egy biztos, a Bárkaszalon tagjai örömmel térnek vissza évről évre a képzőművészeti táborba. Ilyenkor a festők napjai az egykori iskola épületében zajlanak, amit az önkormányzat mára szálláshelyi alakított, ahol 10-12 fő fér el. A szobákat is a bárkások alkotásai díszítik.